rendkívüli bejelentést tett az Egyesült Államok, kedden korlátozásokat vezettek be a magyar útlevéllel rendelkezőkre a vízummentességi program keretében. A radikális lépést azzal indokolják, hogy Washington szerint Budapest nem kezelte a többször felvetett biztonsági hiányosságokat. Hogy melyek ezek a hiányosságok, és mi húzódhat meg valójában a háttérben, ennek jártunk utána az alábbi adásban. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál Kulipfai Máté, ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára és állítsa be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége közleményben közölte, hogy a magyaroknak, az elektronikus utazási engedélyezési rendszer keretében kínált érvényességi időt azonnal két évről egy évre csökkentik, és hogy a rendszer keretében csak egyszeri látogatásra lesz lehetőség, többszöri látogatásra nem. A változtatás ráadásul azonnal hatályba lép, és mindaddig érvényben marad, amíg az úgynevezett biztonsági aggályokat nem orvosolják. A nagykövetség a közzétett közleményben azt írja, hogy az Egyesült Államok kormánya hosszú évek alatt jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy elkerülje ezt a módosítást és kezelje a magyar egyszerűsített honosítási eljárásból származó régóta fennálló biztonsági kockázatot. Az amerikaiak szerint a magyar kormány ennek ellenére úgy döntött, hogy nem orvosol és nem tesz azért, hogy a követelményeknek megfeleljen. Washington szerint ezek a követelmények azért jöttek létre, hogy megvédjék az amerikai emberek és az Egyesült Államokba utazók biztonságát. De hogy lefordítsuk magyarra a fentieket. Az Egyesült Államoknak lényegében azzal van problémája, hogy Magyarország 2011 és 2020 között mintegy egymillió embernek, főként a határon túlélő magyar honfitársainknak adott állampolgárságot, mindezt szerintük anélkül, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket tett volna személyazonosságuk ellenőrzésére. Tehát a határon túli magyarok számára biztosított kettős állampolgárságban Washington biztonsági kockázatot lát, miközben éppen a Biden kormány alatt szenvedi meg az ország az egyik legsúlyosabb bevándorlási válságát délről érkező illegálisok, migránsok miatt. Ugyancsak abszurdnak hat a lépés azután, hogy Trump Beutadási korlátozását a terrorizmustól érintett országokkal szemben, viszont elképesztő kritikával illették annak idején. Most úgy tűnik, a határon túli magyarságban lát veszélyt az amerikai kormányzat. A Reuters kérdésére egy amerikai tisztviselő hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok ugyan nagy figyelmet fordít Magyarország egyéb politikai döntéseire, de az intézkedés nem értelmezhető üzenetként Más kérdésekkel összefüggésben. Ugyanakkor még a Reuters is ír arról, hogy a két kormány közötti kapcsolat sokat romlott a magyar kormány LMBTQ kérdéssel kapcsolatos döntései miatt, valamint Svédország NATO csatlakozásának hátráltatása miatt. A tisztviselő azt is elmondta, hogy a módosítások nem vonatkoznak a vízómentességi program egy másik résztvevőjére sem a 39 országból, csak Magyarországra. A vízumentességi program lényegében azt teszi lehetővé, hogy 90 napig a résztvevő országok állampolgárai vízum nélkül tartózkodhassanak Amerikában turisztikai vagy üzleti célból, ehhez csak egy elektronikai rendszernél kell regisztrálni. David Pressman, amerikai nagykövet, budapesti amerikai nagykövet, a politikónak még a bejelentés előtt nyilatkozva, úgy fogalmazott, hogy a kockázatot a szigorú ellenőrzés nélkül kibocsátott több százezer útlevél jelenti, ami az egyszerűsített honosítási programhoz kapcsolódik. Ez egy szerencsétlen nap, nem ezt akarta az Egyesült Államok, fogalmazott a nagykövet. Még a politikó is megjegyzi a cikkében, hogy mindez a lépés azt követően történt, hogy a két ország kapcsolata mélypontra süllyedt ők is megemlítik a svéd NATO csatlakozást, valamint az ukrajnai háborúval kapcsolatos magyar álláspontot, amit a lap kremő stílusúnak bélyegez. Említést tesznek a korábbi korlátozásról is, amit az ország a Magyarországi Orosz Bankkal szembeni szankciók esetében hozott. De ők is kiegészítik a magyarázatot az LMBTQ jogok kérdés körére, amelyel kapcsolatosan, különösen a Pride időszakában az amerikai nagykövet többször is felszólalt, élesen bírálva Magyarországot és a magyar kormányt. Az amerikai nagykövetség a bejelentésének hatására egyébként nagyot zuhant a magyar fizetőeszköz, lényegében az euróval szemben 390 forint felé emelkedett az árfolyam, a dollárral szemben pedig 355 forint felé. A méretes esés a délelőtt folyamán mérséklődni kezdett, adásunk felvételének időpontjában 389-es euró árfolyamon állt a magyar fizetőeszköz. Annyit megnyugtatásul viszont érdemes hozzátenni, hogy azok, akik a kérelmüket a rendszerbe még a bejelentés előtt adták be, azokra ez a korlátozás nem vonatkozik, a bejelentés tehát nem visszamenőleges hatályú, viszont azonnali, tehát most már mindenkire vonatkozik, aki új kérelmet adna be. Ajánlom a figyelmükbe a hetek aktuális lapszámát is, amelyben most olvashatnak a Görögországban tomboló tüzekről, amely elől számtalan magyar turista is csak épp hogy az éjszaka közepén felriadva tudott elmenekülni, de írtunk az izraeli utcai összecsapásokról is, amelyek az igazságügyi reformcsomag elfogadása után robbantak ki. Ez a reformcsomag egyébként arról szól, hogy a legfelsőbb bíróság korlátlan hatalmát szeretné a izraeli kormány visszavetni, hogy a demokratikusan megválasztott kormány tudjon törvényeket elfogadni, anélkül, hogy azokat automatikusan egyébként a baloldali többségű bíróság visszadobná. Találnak a számban egyébként egy különleges riportot is, a Kalocsai Női Fegyházból, ahol egy korábban drogfüggő és alkoholista prostituált beszélt arról, hogyan tudott megváltozni és hívővé válni egy ilyen életvitel után. De foglalkoztunk azokkal a világvége szkenáriókkal is, amelyek most ismét egyre gyakrabban jelennek meg a médiában, ezek története és a világvége várakozások jóval régebbre nyúlnak vissza, mint gondolnánk. A lapot kérje az újságárusító helyeken, vagy rendelje meg a hozzáférését a hetek.hu perelőfizetés oldalon. A Facebook pár hónapja teljes törléssel fenyegette meg a heteket, egy teljesen ártalmatlan választási sajtótájékoztatóról szóló MTI tudósítás közlése miatt. Habár próbáltunk fellebbezni a döntés ellen, panasztani, sőt lényegében mindent megtettünk, amit csak lehet, nem sikerült feloldanunk az oldalunkra vonatkozó abszolút megjelenés korlátozást. Éppen ezért egy új alternatív oldal indítása mellett döntöttünk, ha szeretné követni tartalmainkat a Facebookon is, kérjük kövessen minket a leírásban található linken. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornára, és állítsák be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretné támogatni további podcastjeinkkel készültét, ezt is megteheti a videó alatti sávban található köszönet gomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden felajánlást, vigyázzanak magukra!